Köszöntöm kedves nézőinket, Naprakész című műsorunk következik. Stúdiónkban köszöntöm Pető Attilát, az 5-ös számú választókerület önkormányzati képviselőjét. Köszöntöm a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm én is a nézőket, tisztelettel köszöntöm önt is. És nagy öröm számomra, hogy mai nap jöhettem be, hiszen ma ez egy kivételes nap. Biztos mindenki tudja a nézők között is. Tehát ma van a nőnap, és tehát nem csak a mai napra kell koncentrálnunk a nőkkel kapcsolatosan, hanem az év 365 napjára. De nekem ma szerencsém van, úgyhogy tisztelettel köszöntöm a nőket, sok szeretettel, és vigyázzanak magukra, és vigyázzanak ránk. Köszönjük szépen, minden nő nevében megköszönöm. Térjünk rá a mai legfontosabb témánkra, hogy a lakossági fórumon milyen adatok hangoztak el az elmúlt héten. Mik voltak azok a legfontosabb fejlesztések a körzetben, amik megvalósultak az elmúlt időszakban? Nagyon szerencsések vagyunk, hogy végre sikerült egy lakossági fórumot tartanunk, ahol már a lakosok is részt vehettek. Az elmúlt időszakra ugye ez nem volt jellemző, az elmúlt két évben nem tudtunk ilyen közvetlen lakossági fórumot tartani, ahol eljöhettek és személyesen vehettek részt a lakosok. Úgyhogy most meg is hirdettük már előre jóval, hogy aki tud, jöjjön és hallgassa meg, hogy mi történt gyakorlatilag az elmúlt évben, vagy kicsit visszább is mehetünk majd akár az elmúlt két évben, hiszen csak a tévében tudtunk, a tévében, rádióban tudtunk ezzel kapcsolatosan tájékoztatást adni, és most pedig újból lehetőség volt, és ez nagyon jó. És azt láttam, hogy várták már az emberek. Sokan voltunk, és ennek én nagyon örülök, meg is köszönöm a lakosoknak, hogy, hogy ennyire figyeltek, és eljöttek, itt lehettek velünk ezen a lakossági fórumon. Maga a lakossági fórum ugye egy összetett, mert beszámolunk gyakorlatilag a körzetünkről, de ugye ott van a polgármester úr is, illetve a rendőrség képviselői is jelen szoktak lenni ezeken a fórumokon, és ők is tájékoztatást adnak. Általában a menete az ugye úgy zajlik, hogy természetesen minden lakossági fórumnál másképp, de nálunk úgy zajlik, hogy beszámolunk közvetlenül arról, hogy nálunk az elmúlt évben mi történt a mi körzetünkben, majd a polgármester úr tart egy nagyon jó tájékoztatót, közben bele lehet kérdezni, tehát erre azért lehetőség van, valamint a rendőrséggel is utána egy közvetlen kérdés-válaszos beszámolót tartanak. Ez volt gyakorlatilag most is nálunk. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogy gyakorlatilag mi is zajlott az elmúlt évben, illetve az elmúlt években nálunk. A fejlesztéseink egy része az befejeződött, amit szerettünk volna megvalósítani. A legnagyobb fejlesztésünk ez gyakorlatilag a hagyományok háza volt. Biztos mindenki tudja most már ez hol található, tehát a Kossuth utca, Hunyadi utca sarkán, a régi bölcsöde, akik még emlékeznek rá, ez lett átalakítva, és most már gyakorlatilag teljesen felújított, megszépült állapotban áll a lakosoknak a rendelkezésére. A szlovák önkormányzat, a német önkormányzat kapott itt lehetőséget, és nekik ez gyakorlatilag egy ilyen közösségi térré, közösségi házzá vált. Ennek nagyon örülünk, hogy befejeződött végre a beruházás. A Köröskom végezte, és azt kell mondanunk, hogy kiváló és nagyszerű munkát végeztek. Ezt aki arra jár, ezt ránézésre is láthatja. Amit
Ami még folyamatban van, és nagyobb beruházásunk az elmúlt időszakban, az gyakorlatilag a Liget utcai lakópark. Beszéltünk már erről többször is, és ez mindig egy visszatérő téma. Gyakorlatilag az új ciklusunk, amit elkezdtünk, mint önkormányzati képviselő, én nekem az volt az egyik előre vetített feladatom, vagy amit szerettem volna megvalósítani, hogy felújuljon ez a lakópark, és ez több fázisban fog megvalósulni. Ugye beszéltünk először is arról, hogy a járdafelújítás, útfelújítás, az épülettömbök közötti területeknek a felújítása és egy kis játszótér is megvalósulna majd itt ezen a területen. Az első lépést, amit kellett, ugye ezek voltak a fakivágások, ez az elmúlt évben megtörtént. Az egyik oldalon, tehát a járdás oldalon ugye kivágásra kerültek a fák, de nem csak az, hogy kivágásra felültek, hanem újakat ültettünk, és most fogjuk majd látni azt, hogy mennyire fogták meg ezek a fák, mennyire lettek életképesek. Természetesen, amelyik elpusztult és nem fog kihajtani, ezeknek a helyére újakat fogunk ültetni, tehát azt szeretnénk, hogy ott egy egységes fa sor legyen majd. És ugye azért volt ez az első lépés, mert ebben az évben, most 2022-ben fog megvalósulni a járdaépítés, felújítás, de inkább úgy mondanám, hogy járdaépítés, hiszen teljesen egy új járda lesz építve. Pályázatot nyert az önkormányzat, és ebből a pályázati pénzből fog majd megvalósulni. Maga a beruházás az, ha jól alakul minden, akkor áprilisban el is kezdődik. Bízunk benne, akár az időjárás, vagy a kivitelező is fel tud vonulni, és akkor elkezdődik majd konkrétan a munka. Azért is jó, hogy ez az első lépés, tehát a járdaépítés, mert egy szintet fognak, tehát az úttest és az épületek között egy ilyen beszintezés lesz gyakorlatilag, hogy az épületek közötti területeket annyival kell esetleg megemelni, vagy a járdaszintet kell egy kicsit lentebb tenni, hogy az esővíz, a hó, tehát hogy a csapadék ki tudjon folyni majd az úttestre, és így majd a járdaépítés után kerül arra sor, hogy ezeket a területeket felújítjuk. Amit beszéltünk is, természetesen parkolók kialakítása, fásítás, bokrok, virágok, ahova megoldható és lehetséges, oda természetesen megpróbálunk padot is majd tenni, de ehhez hozzá kell tenni azt, hogy az önkormányzat, ez van egy bizonyos kerete, de nagy feladat hárul a lakókra is, hiszen ők is majd hozzá fognak ehhez a beruházáshoz járulni, és ezt köszönöm is a lakóknak. Az elmúlt évben már több lakótömbben is a lakógyűlésen ezt megbeszéltük, egyeztettük a lakókkal, és ők is hozzájárulnak, komoly, komoly összegekkel fognak hozzájárulni, tehát a város ennek a területnek nem ingyen adja ezt a beruházást, a járdát vagy az egész felújítást, hanem igenis a lakók is nagyon sok pénzzel fognak ehhez hozzájárulni. Ha megtörténik a szintezés és a járdafelújítás, ugye ahogy említettem,
a lakótömbök közötti terület kialakítása. Közben természetesen, ahogy a lakótömbök terület kialakítása történik, egy játszótér, tehát az nagyon kellene, hiszen nagyon sok fiatal lakik itt ebbe ezen a területen, és sok a kisgyerek, jó lenne egy játszótér. Megnézzük, hogy ezt hogyan lehet majd kivitelezni. És hát az utolsó lépés itt gyakorlatilag az útfelújítás. Ez viszont akkor fog megtörténni, ha sikerül erre is egy pályázatot nyernünk, hiszen önmagában az önkormányzat ezt nem biztos, hogy anyagilag meg tudná valósítani, sőt, nagyon nehéz, hiszen egy kilométer is meg leaszfaltozása vagy kialakítása, egy nagyon jó úttest kialakítása több millió forintba, tehát nagyon nagy összegekbe kerülnek, mondhatom azt. Nem akarok pontos számot mondani, mert ezt most hirtelen nem tudom, de hatalmas összegekbe kerül, és maga a város költségvetését is erősen leszűkíteni. Tehát ezek az útfelújítások, mi is látjuk a városban, tehát nem csak a mi utcánk, a Liget utca ilyen, bár mondhatom azt, hogy ez az egyik sajnos az egyik legrosszabb utcája, de van természetesen a város többi területén is ugyanilyen utcák, amit felújítani kell, de ez majd egy közös pályázati pénzből lehetséges. Tehát így fog valahogy majd kialakulni ez a Liget utcai lakópark, Liget utcai terület, és még említettem a másik ilyen beruházást, a Vasvári utca, Bemiskola és a rendőrség. A rendőrség épületének a felújítása, a belső udvarnak a kialakítása, az most már mondhatjuk azt, hogy majdnem teljesen elkészült. Kisebb javítások, felújítások vannak még. Itt is sajnos ki kellett vágni a fákat, és ennek az oka azért az volt, hogy két oka volt. Tehát az egyik oka az, hogy a rendőrség előtti szakasznál gyakorlatilag ezek a fák, ezek plattánfák voltak ugye ott is, a gyökerei teljesen fölnyomták a járdaszakaszt, és nem csak az, hogy a járdaszakaszt nyomták föl, hanem bekúsztak a rendőrség épületébe, irodáknál volt olyan, amelyiknél már szinte följöttek a gyökerek, tehát ott is volt mit átalakítani. Ezért is kerültek kivágásra a fák. Az utca másik része ugye maga az iskola, ott is kivágásra kerültek. Ennek az oka pedig az, hogy egy teljesen külső homlokzatilag, külső részben, tehát az utca felé egy építkezés lesz majd. Ugye több tanterem kerül kialakításra, közösségi tér kerül kialakításra, kerékpártároló, és maga a beruházásnak az alapkőletétele március 2-án megvalósult, tehát el fog kezdődni ott is a felújítás, illetve az építkezés is, és teljesen akadályozták volna az építkezést ezek a fák, és azért azt szeretném jelezni azoknak, akik nagyon szeretik a fákat, hogy nagyon nagy környezetvédők, hogy higgyék el, hogy az önkormányzat, de akár a rendőrség vagy az iskola is, az ottani vezetőségnek nem az a célja, hogy minél több fát vágjunk ki, hanem sajnos ezek a külső körülmények miatt kellett ezeket a fákat kivágni,
és mi is szeretjük a környezetet, de azért látni kell, hogy ezekben az esetekben egy új fák lesznek majd, tehát odaültetve olyan fák, amelyek megfelelnek a célnak, tehát nem nőnek olyan hatalmasakra, valamint nem akkora gyökérzettel rendelkeznek, mint amik jelenleg ott voltak. Úgyhogy azt tudom mondani mindenkinek, azoknak a lakosoknak, akik ezt látják és természetesen felszólalnak, hogy miért is történik a fakivágás, hogy mi is, az önkormányzat is környezetvédők vagyunk, higgyék el. Ez például azért abból is látszik, hogy az elmúlt évben, de akár az elmúlt két évben is sokkal-sokkal többszöröse lett ültetve a fáknak, mint amennyi kivágásra került. Úgyhogy ez a két nagy beruházás, ami három, mert ugye említettem a hagyományok házát, és ami érdekes a mi körzetünkben, valamint egy beruházást még beruházásról beszélnék, ez pedig a rendőrség épülete melletti új többlakásos lakóház kialakítása. Hajnal László, ő volt az építési vállalkozó, aki ezt építette. Most már valószínűleg nem sokára, ha minden igaz, most március végén vagy maximum április elején átadásra kerülnek ezek a lakások. És amit fontos megjegyezni itt, hogy mély garázs lehet kialakítva, úgyhogy ez a nem fogja gátolni az utcán a forgalmat, meg gyakorlatilag az ott lakóknak is az autóiknak biztonsági érzetet fog majd adni. Úgyhogy talán ezek voltak a legnagyobb beruházásaink. Az elmúlt évben ugye kisebb felújítások történtek az utakon, karbantartás, az úgynevezett kártyúzás, amit ugye minden évben megvalósítunk. Egy dolgot még mindenféle, tehát egy beruházást azt feltétlenül még meg kell említeni, ez pedig a Mészáros-Lőrinc utcai járdának a felújítása. Nagyon kellett, nagyon jó, hogy ez megvalósult, mert tehát egész végig, az egész szakasz az Árpád utcától ki a vasútállomásig, mert ez a szakasz azért nagyon sokan használják, diákok, és sok diák járt ugye vonattal. Járt, azért mondom, hogy járt, mert most per pillanat nem járnak a vonatok, de hát azért bízunk benne, hogy ez ennek is egyszer majd vége lesz. Tehát a járdaszakasz felújult, és amit a lakossági fórumon is jeleztek nekünk, ez a házaknál ilyen vízelvezetők, csatorna víz elvezetőknél, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak arra, mert egyes lakók szerint túl mélyek a vájatok, esetleg balesetveszélyes, megnézzük, hogy ezt hogyan lehetne majd kijavítani, milyen lehetőségek vannak erre. Úgyhogy ezek voltak, amikről most beszámoltam én is a lakossági fórumon, illetve megmondom őszintén, én a polgármester úr által elmondottakról nem akarok beszélni, hiszen ő is tartott erről tájékoztatót. Úgyhogy ránk közvetlenül ezek vonatkoztak. Említett lakossági észrevételt egyet, volt ezen kívül más is, amit a lakosok szóvá tettek, amiről kérdeztek? Természetesen, csak nem akartam belekeverni a beruházásos, felújításos részbe.
Volt, és ennek gyakorlatilag mindig örülünk, mert van egy visszajelzés az önkormányzat felé, akár az önkormányzati képviselők felé is, hogy mi az, amit szeretnének a lakók, és ez jó. Jó, mert mindent mi se láthatunk. Közvetlenül én is a körzetbe élek, látom az utcát, látok jó pár utcát ott a környékünkön, ahol jár az ember, de van olyan terület, ahol kevesebbet járunk, és ezért jó a lakosoknak a visszajelzése, bár én igyekszem körbejárni mindig a területet, megnézni akár tényleg, hogy az úttesten milyen hibák vannak, hol szükségszerű kátyúzás, vagy végigjárni, beszélgetni az emberekkel egy kicsit, mert tényleg ebből történik meg az információ áramlás. És magukról a kérdésekről is beszéljünk, vagy a felvetésekről. Picit belenézek én is a puskámba, mert több ilyen felvetés is történt. Ugye említettem a Mészáros-Lőnyc utcai lefolyókkal kapcsolatos dolgokat. Visszatérve a Liget utcára, az egyes háztömbök előtt, inkább az utca elején kialakításra kerültek már parkolók. És nagyon sokan használják is ezeket a parkolókat, de előfordul, hogy nem állnak be egyesek a parkolókba, és közvetlenül az úttest szélén állnak meg. Hát ez azért erősen zavarja a forgalmat. Nincs kint tábla, tehát megtehetik, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem szabályos, de forgalomzavaró. Fölvetődött ezeken a szakasz részeknél egyes lakóknál, hogy esetleg megállni tilos táblát helyezzünk ki, helyezzen ki az önkormányzat. Természetesen megnézzük, és amennyiben lehetséges egyeztetve a rendőrséggel, hogy szabályos legyen a dolog, ezt le fogjuk egyeztetni, és ha lehet, akkor természetesen megpróbáljuk ezt a problémát is orvosolni. Ami ide tartozott még hozzánk közvetlenül, ez a Széchenyi Kossuth utca sarok. Tehát ha a Széchenyi utcáról jövünk kifelé a Kossuth utca felé, ugye egyenesen a Damjanich utca megy tovább, picit a Hagyományok háza melletti sarokról, illetve az azzal szemben sarokról beszélünk. Ott elég nehéz a kihajtás. Magas épület van, bokor van előtte, és eléggé ki kell jönni ahhoz, kerékpárút is természetesen, eléggé ki kell jönni ahhoz, hogy biztonságosan valaki jobbra vagy balra forduljon, mert nem látni gyakorlatilag az autókat, a forgalomban közlekedő autókat. Úgy meg még nehezebb, hogy szintén itt nincsen tábla, tehát lehetőség van megállni, és ezt is próbáljuk majd orvosolni. Amit mindenféleképpen néztünk már, az önkormányzat is megnézte, tehát a Hunyadi utca felőli, a Hunyadi Kossuth utca felőli sarokra, tehát oda valahova a Hagyományok házához egy tükör kihelyezése, mert az nagyon sokat segítene biztonságosabbá tenni gyakorlatilag onnan a kihajtást. Általános témák merültek még föl, nem biztos, hogy közvetlenül mindig a mi területünkre, de ami még ide tartozott, ugye beszélgettünk, és már többször is felvetődött a Lehel utcai járdának a megvalósítása, építése. Lehel utcában nincs járda.
és forgalmassá vált ez az útszakasz. Nagyon sokan levágják ezen az utcán az útjukat. Sajnos megnövekedett a forgalom a Kassai utcán is, és ugye ilyenkor az ember próbál, nagyon sokan az autósok ugye keresni ilyen menekülő útvonalakat, ahol lehet, és ezért megnövekedett a Lehel utca forgalma is. Ez egy másik nagy ígéretem volt még a képviselőség kezdetén, tehát most az új ciklusban, hogy meg kell oldani a járda kérdést a Lehel utcában. Per pillanat a maga a járda építés, tehát az is elég nagy beruházás, és nagyon sok pénzt igényel. Itt megvalósítani szintén csak pályázattal lehetséges. Ha sikerül nyernünk, nyer az önkormányzat, nagyon sok képviselőtársam is már ugrana arra, hogy az ő területén legyen járda, illetve járda felújítás, de hát majd megpróbálunk lobbizni, hogy ez a szakasz is belekerüljön majd a következő ilyen lehetőségbe. Addig is fölmérjük azért a Lehel utcai lakosoknak az igényét, megnézzük azt, tehát lehet így előre gondolkozni egy kicsit, tehát megnézni azt, hogy az utca melyik oldalán lehetne, ha építésre kerülne egy ilyen, melyik oldalán lehetne. Tehát vannak részfeladatok, amit addig meg kell valósítani, és ezt lehet. És ugye említettem azt, hogy általános városi témák merültek még föl nálunk. Rendben, hát én sok sikert kívánok ehhez a ciklushoz is, meg ehhez az évhez is, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.